Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, jöjjön egy kis Division, ja, kedvenc bildek, 100 óra felett. Az igazság az, hogy kellett találnom valami címet a videónak ahhoz, hogy megmutassam azt, amit szeretnék, úgyhogy jöjjenek a kedvenc bildjeim 100 óra felett, mert, mert tényleg a kedvenc bildjeim. Na most, páran kérdeztétek, hogy lesz-e klán? Mondtam, hogy nem. Meggondoltam magam. Szóval itt rögtön a videó elején elmondom, Hogyha szeretnétek csatlakozni a The Division 2 klánunkhoz, akkor kérlek szépen, uh, van egy link ennek a videónak a leírásába a Discordunkhoz, vagy és vagy keressetek rá a játékban The Necro Army, uh, lehet csatlakozni bárkinek. A helyek limitáltak, 50 főig, legyél aktív! az a feltétel discordunkhoz ugyanúgy a link ott van a videó leírásában ha problémáid akadnak a jelentkezéssel mint ahogy itt látjátok a videóban is le van írva, mit kell uh, csinálni, uh, hogyha belépsz ugye hozzánk a klámba, fogsz kapni egy külön rangot, ami Division Agent névre hallgatsz, és ez mind azért van, hogy jobban tudjunk egymással kommunikálni. A másik dolog, amit vegyetek figyelembe kérlek, uh, sajnálatos módon személyes életemben egy elég uh, elfoglalt ember uh, vagyok, így aztán azért lépjetek be a klámba, hogy legyetek benne egy közösségbe, ne a videós miatt lépjetek be a klánba, oké? Okay? Szóval azért legyetek itt, mert hogy élvezzétek. A játékot egymásnak segítsétek, egymásnak, egymással barátkozzatok, ezen felül, ezen felül, hogyha valaki szeretne kiemelkedni ennek a Division 2 klánnak a, vezetőjévé, aki összefogja a csoportot, kirakja, mit kell csinálni, hogy kell csinálni, segít a mások, másoknak, aki élvezi ennyire a játékot, és van ennyi ideje eh, ahhoz, hogy összetartsa ezt a csoportot. Ebből a szempontból eh, a féle klánvezér, akkor az külön szóljon nekem, nem baj, hogyha csak több ember, nem muszáj csak egy legyen, az szóljon nekem, megbeszéljük, és, és, és akkor leintézzük, mert Uh, tekintve azt, hogy mennyi játékkal fogla uh, foglalkozom, videózom, uh, dolgozom, és a többi nem lesz kifejezetten időm arra, hogy a Division 2-vel is klán szinten foglalkozzak, de ugyanakkor a közösséget, amit láttátok uh, a Discordon, össze szeretném hozni, és uh, külön rang, jár érte az, hogy effektívebben tudjatok kommunikálni Discordon. Na, de ennyi lett volna, mint mondtam, 50 első hely, aki kapja Marja, című történet, gyertek fel a Discordra, megkapjátok a rangot, és tudunk jobban egymással kommunikálni, és kifejezetten, mivel vagy több játék van a Discordon, amivel foglalkozunk, ezzel a ranggal kifejezetten a divisionösök fognak tudni ugye kommunikálni egymással, és emiatt nem fog bezavarni a Warframe, nem, az Anthem, a Destiny, tehát mindenki a más, aki más játékokkal játszik, nem fog bezavarni a kommunikációban, hogyha kifejezetten a Division Agent ranggal lehet kommunikálni a Discordon srácok, most már tényleg ennyi lett volna, várom a jelentkezéseket, de vágjunk is bele a mostani videóba, kedvenc bildek, éppen hogy csak 100 órácska játék után, nagyon korrekt, összeállításokat lehet hozni. Vedd figyelembe, ez az én játék stílusomra illik az, amit én szeretek csinálni, a megeset, ami neked van, az teljesen más. Kifejezett játékmódokat, módon szeretek játszani, emiatt a bildek is ezt fogják reprezentálni, de remélhetőleg fogok tudni segíteni nektek, abban, hogy eldöntsétek, illetve tippeket adni. Nem fogok mindenre kitérni aprólékosan, és a többi ötleteket szeretnék adni, ne legyen túl unalmas ezek, és ötleteket szeretnék adni, hogy merre vidd a bildedet. Továbbá fogok mutatni olyan bildet is, ami majd a patch után, ahol sok minden változik, azután is teljes mértékben megbízható lesz, sőt talán még megbízhatóbb is Ebből a szempontból, de egyelőre eddig ezek lennének a kedvenc uh, béldek. Jöjjenek! Tisztában vagyok vele, hogy uh, ettől léteznek jobbak, vagy több DPS és a többi, mint mondtam ez az én játékstílusomra van szabva. Nos, az első build, amiről beszélni szeretnék nektek, annak a lényege azon van, hogyha szólózik az ember, PVR-ről beszélünk, ha szólózik az ember, akkor effektíven életben tudjon maradni. Van itt egy ilyen képesség, ami ezért felelős, hogyha három másodpercig fedezék mögött vagy, akkor elkezd javulni az armarod 5% arányban. Ugyanakkor a táska lehetne, hogyha itt van, ugye ez a képesség is, viszont ahhoz, hogy egyszerűen valahogy jobban bejött nekem, tehát hogy jobban tudjam gyógyítani magam, akkor használhatnám ugye a safeguard képességet is, lehet, hogy még az lesz belőle, de egyelőre ezzel jobbnak találtam az egész történetet. Azon kívül, hogy életben maradás című történet az, ami még fontos lehet, esetleg a fegyvertalent, ami megnöveszti a damage-et, hogy minél távolabb vagy az enemitől, ugyebár, és... A chest piece, bocs, nem akkor magyarul szóval a mellény, ami assault Rifle damage-et ad, és ugye, hogyha megölsz egy enemit, akkor ahány 10.000 Max van 2%-kal növeli a fegyver damage-et. Egy elég jó talent, elég jó képesség ebben a játékban, de most azért cserébe, ugye bár, hogy feláldozok némi Demiget, azért cserébe, a fegyver és a, a mellény az visszahoz azt a, azt a kis uh, elbukott damage-et. A fegyvert pedig úgy modoltam be, mivel hogy csak egy uh, damage to elites um, című talentem van, amit majd később valószínűleg le fog cserélni többre, hogyha lesz egy olyan darabom a fegyvert úgy modoltam be, hogy minél több damage to elice legyen, hogy annál jobban tudjon damage és ezáltal szólóban, életben tudok maradni, akár egy challenging kihívásban és egy challenging küldetésben is szólóban című történet. Ez lett volna az első, amit ö, meg szeretnék mutatni, menjünk is sorba, aztán rátérünk a PvP-re. A robbantos csávó béldem, ez semmi extra, ez csak egy móka mókabild, arról szól, hogy minél többet robbantsunk, és minél gyorsabban jöjjenek vissza a képességek. Szóval, ezért pedig ugye a fegyver, egy, egyrészt a fegyverben lévő talent, az, ami uh, segít, tehát durésönt ad ad, a másik pedig a uh, táskában lévő talent, hogyha a skillek ölnek, akkor 25% eséllyel teljesen visszatölti a, a skilleket. Ez, ez elég gyakran be van kapcsolva, és a másik az pedig ez, hogyha fedezék mögül megölök uh, valakit, akkor vissza hozza, 20% ezék eséllyel lecsökkenti mindig a lehűlési időt. Ez azt eredményezi játék közben, hogy a Seeker Mine az instant töltődik fel sokszor, és amint látjátok itt, Explosive Damage, Explosive Damage, és Explosive Damage. Szóval 60% extra Explosive Damage-en van természetesen, a build az a demolitionistre fókuszál, nagyon a demolitionistre fókuszál. Sajnos a falt azt úgy, ahogy van, helyből lecserélem, a fegyvertalent miatt tartottam meg, a, egyedül a fegyvertalent miatt. Szóval ezt lefogom, mindenképp lefogom cserélni, majd hogyha lesz egy LMG, akkor arra lefogom cserélni, de Uh, elsőnek ez így tökéletesen összeműködik a bill. tehát az ötlet mögöttem megint csak robbanás, robbanás, robbanás és gyors képesség visszatöltődés a táska által a skilled uh, talent által illetve a calculated talent által, hogyha a skilled bekapcsol, instant töltődik vissza és nem egyszer uh, kapcsol be hogy őszintén le, uh, legyek, de ha nem is kapcsol be, akkor a calculated talent az nagyon-nagyon-nagyon jól rásegít arra, hogy ez ez a képesség bekapcsolja. Nem leszel agyon damage-elve, tehát nem lesz übe sok damage de a robbanás, amit okoz, nagyon-nagyon élvezet nézni, hogy őszinte legyek. Turretet használok, mert úgy veszem észre, hogy le leköti az enemiket, és az nem egy utolsó dolog, és akkor Ugye a Seeker mine ok pedig meg fogják keresni, de igazából ide a Seeker mines kellene, hogy legyen, nem értem, hogy miért ez van, de biztos rosszul mentettem el, de a Seeker Mine kell az, amelyik uh, konkrétan... Ja, az van. Jó, az van, oké. Okay. Uh, az, amelyik ugye megkeresi az is is robban közülök be. Ez valószínűleg, ez a build, ez valószínűleg a frissítés után sokkal-sokkal megbízhatóbb lesz, uh, mint most jobban fog működni, és egyben pont emiatt, a legbiztonságosabb build is, abból a szempontból, hogy nincs rajta nörfölni való. Tehát nem, nincs rajta olyan képesség, ami nörfölni fognak, sőt, inkább esetleg bufolni eh, fognak rajtuk. Úgyhogy eh, ajánlom szeretettel. Most is jól működik, de később még inkább jól fog működni. A következő, amit szeretnék eh, mutatni, ez egy ilyen lifestyle build, eh, megint csak az a lényegem, hogy feltöltse az életedet, és ezen belül ugye a Critical Hitnek a megléte, a kicsit magasabb megléte a fontos, 43%, és ezt úgy érem el, hogy nincs, nincsen Critical Hit modokra bráizélve a fegyverekre. Szóval a bélnek a lényege az, hogy Critical Hitek által gyógyuljunk, a című történet, vagy, illetve életet lopjunk, ugye? Ezért felelős ez, critical hits restore 15% health and repair 2% armor, szóval ha hogyha kritikusat ütsz, visszajön az életed, és 2% armort is rátöltesz. Továbbá, ha fedezék mögött vagy, akkor 5% armor gyógyul vissza. Szóval összesen uh, 7% armor gyógyítasz vissza, ami nem egy rossz összeg. És cserébe, hogy ne csökkenjen durván a damage uh, itt van ugye ez a táska, a Bizerk moddal egyszerűen nagyon jó kombinációt okoz. Miközben gyógyulsz, veszítesz az armorból, ezáltal megnövekszik a fegyver damage uh, És hogy melyikkel lősz SMG-vel, vagy FAMAS-szal, bocsánat, Assault Rifle-re rajtad át, csak most éppen az, kiélvezem a Famas és a Chatterbox-nak a bónuszát együtt. A Famas az ilyen God van jelen pillanatban. 10 Rate of Fire, és jelenleg ez a legerősebb, egyik legerősebb perk, amit kaphatsz, legerősebb talent, amit kaphatsz Assault Rifle-re. És ugye van 10 Rate of Fire-en, plusz még a Chatterbox a 20% rate of fire-ja a killek után, vagyis hogyha újra töltesz egy kill után, az egyszerűen elképesztő DPS-t tud adni, amire rásegít a mellény. Szóval érzitek a lényeget, miközben lifestyle t tudok életet tölteni is. Ez a build arra készült, hogy a patch után, a frissítés után, amikor már el lehet érni ilyen 200-300 ezer életeket, mikor már a, már a, a tesztszerveren el lehet érni ilyet, akkor akkor fog igazán kibontakozni. Most még egy kicsit, egy kicsit na, mert 50 ezer életet nagyon gyorsan lelőnek a mobok, úgyhogy egyelőre, egyelőre működőképes, de nem a legtökéletesebben, majd, hogyha kijön. A, a, frissítés akkor fog. Továbbá lesz majd egy olyan set, ami kill esetén 15 ezer armort vissza fog tölteni, egy olyan szettet fogunk kapni, és csak három darabot kell belőle belepakolni, úgyhogy itt még lehet kombinálni kőkeményen. A következő build, amit meg szeretnék mutatni, ez a mi a -lol buildem, ezt nem meg raktam össze, igazából csak kíváncsi voltam, hogy mi az Istent lehet kihozni, Három nagyon durva talentből, és elég beteg. Szóval az egyik talent az a fegyver talent lenne, ugye? Plusz 50% is hogyha 7 méteren belül ölsz meg valakit. Plusz a mellénynek a bizörkör eh, módja, ugye, ami megnöveli folyamatosan a fegyver damage miközben miközben veszítesz az armorból. Plusz a táskának a a skill damage on the ropes, ami megnöveli 25%-kal a fegyverdem is, hogyha az összes skilled lehülés uh, lehűlés alatt van, vagy feltöltődés alatt van, hívd -e, a akarod, az a lényeg. Ezért is használom vele ezt a izét, Fireflight, mivel 75, százal, 75 másodpercig töltődik újra. Röhelyesen sok idő. Továbbá a High volt, mert 151 másodpercig tölt újra, Uh, így aztán többnyire azt csinálom, hogy eldobom gyorsan a firefly eldobom a High Volt, hagyom esetleg töltse egy kicsit az életemen, utána kikapcsolom, és extra extra damage uh, be fog jönni, egy nagyon-nagyon durva kombináció uh, leteszteltem elég beteg uh, elég beteg, ez a két talent együtt elég beteg uh, hogy őszinte legyek, szóval ja, nagyjából Uh, ennyi lett volna, ha akarjátok, akkor használhatjátok vele, hogy az Unstoppable force is, tehát uh, attól függ ki, ki mit akar, című történetet, Azt trifle használom, használhatnám az Unstoppable Force-t is több éle, uh, hogy meg legyen ez a perk, de úgy döntöttem, hogy legyen egy ilyen kis, um, hogy mondjam, ez a perk a táskán, a bizörk jobb, mint a, az Unstoppable Force. Uh, Úgyhogy úgy, csak az extra damage-ér uh, meglegyen. És annyit tudok a buildről mondani elsőre, hogy anélkül, hogy bármilyen bármilyen talent uh, bekapcsolva lenne, ha jól vannak kiforgatva a az attribútumok, ha jól vannak kiforgatva az attribútumok, bármilyen talent bekapcsolása nélkül, tehát a táska és a mellén bekapcsolása nélkül is egy millió körül sebez. Egy millió, megüti az egy milliót. Ha ezek ketten bekapcsolva vannak egyszerre, akkor megeshető hogy egy kicsit bedurvul a helyzet. Ezért is használom a durva famaszomat, illetve egy durva um, vektor, csak poénból. Csak poénból, semmi másból, egyszerűen egyszer, röhelyes, amit lehet vele, uh, amit lehet velük csinálni. Uh, remélem, ja, még nem, még, még nem végeztünk, még nem végeztünk, lehet jó hosszú ez a videó. Uh, DZ PvP, illetve PvP, ezekre csak annyit tudok mondani, nem vagyok nagy multiplayer játékos, nagyon ügyetlen vagyok a PvP-ben, az az igazság. Uh, taktikusan szeretnék játszani, de ebben a játékban nem lehet. Amit láttam és összeraktam magamnak én is úgy, ahogy összevadáztam mindenhonnan, az annak a lényege, ennek a, ez egy DZPVP, de kifejezetten DZPVP, ben azt láttam, hogy ezzel mászkálnak az emberek a, a legtöbbet. Uh, és uh, ja, tehát ami, ami, ami a lényeg lenne, az a 1200-as RPM, plusz a chatterboxnak a holster bónusza, hogyha megősz valakit, az nagyon durva sebzést ad, critical chance-re rá vannak menve az emberek továbbá, uh, én személyesen ajánlom nektek ezt a damage to armort, mert működik PvP-ben, a true patriot setnek két darabjával, és a damage to armor extra damage-et tudtok el érni. A többi kiegészítő rajtatok áll, hogy melyik a ti stílusatok, és mivel szeretnétek játszani. A PVP változata az már egy kicsit más kérdés című történet. Az annyit tesz, hogy egy nagyon jó fegyvertalentot használok, az igazság. 25% fegyverdamage, mínusz uh, 35 weapon handling. Én azt mondja, hogy a fegyverek nagyon visszarúgnak pontotlanak és ezt viszonylag jól tudom kezelni. Uh, ugyanúgy az armor damage az uh, legyen meg, uh, és uh, ugye LMG damage extra critical hit chance kevés, és a többi, és a többi. Uh, nagyjából rajtatok áll, hogy hogyan forgatjátok ki uh, a dolgokat. Ez így, ebben a formában a PVP-ben 15 és 20 ezer között szokott sebezni golyónként, ha megfelelő távolságba vagy, hogy ha benne vagy abban az ideális távolságban, hogy eltaláld az enemiket. Nos, ez a videó, azt hiszem ennyi lett volna, ez, ez jó fárasztó lehetett. Remélem, hogy tudtam adni ötleteket afelé, hogy hogyan bildeld te a saját képzeletet, uh, és hogy mit szeretnél uh, csinálni. Ezek voltak az én ilyen, hogy mondjam, kedvenceim. Uh, tisztában vagyok vele, hogy ettől léteznek sokkal um, nagyobb a DPS-elő. Bildek, és sokan úgy vagyunk a Divisionben vele, hogy mi, uh, minélőbb, minélőbb DPS. Viszont annyi viszont is nagyon szeretem a szetteknek az együttműködését, és abból, amit ki lehet hozni ahhoz az adott játékstílushoz, és, és megengedik azt a kényelmet, hogy ugye úgy játszam azt a játékot, ahogy én szeretem. Szóval. Ennyi lett volna. Csatlakozzatok a Klánhoz és a Discordhoz, hogyha kedvetek van, 50 főig van a hely. Ugyanakkor Discordon nagyon sokan tudtok csatlakozni, hogyha szeretnétek, szóval nem probléma. Um, ja, ennyi. Ennyi lett volna ez a videó. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. szia!